3 évvel ezelőtt ünnepeltük az Országos Erdészeti Egyesület megalakulásának 150 éves évfordulóját egy igen emlékezetes erdélyi vándorgyűlésen. Most ismét egy jubileumi rendezvényre érkeztünk, a 150. vándorgyűlést tartjuk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ebből a 150 évből 45 évet úgy éltem meg, hogy ennek az egyesületnek tagja vagyok. Már nem csak a határon inneni erdészek, hanem az egész Kárpát-medence képviselteti itt magát, ami egy csodálatos érzés egy igazhitű magyar embernek. Az Országos Erdészeti Egyesület másfél éves múltjával az egyik legpatinásabb szakmai szervezet. Múltját és jelenét nagy tisztelet illeti, alapítása óta a magyar erdők és a magyar természet erdészet megóvásáért, a vidék felemelkedéséért dolgozik. Történelmünk korszaképítő időszakában a 19. század derekán alakult, hogy összefogja az erdésztársadalmat, az erdész szakmát és a megfelelő pályára állítsa. Azért is a hazai erdészpolitika formálója. Tevékenységének köszönhetően a hazai erdőkben jól szervezett szakmai munka folyik. Az erdő, a termőföld, a vízkészlet mind-mind kiemelkedő erőforrásunk, pótolhatatlan nemzeti kincs, nagy vagyon, nagy felelősség. A nemzet örökségét képezi, közös feladatunk vigyázni rá, felelősséggel használni, óvni. Az Országos Erdészeti Egyesület jó gazdaként viszonyul az erdeinkhez. Így volt ez a múltban, és nincs ez most sem másképpen. A rendszerváltás követően a szakmai érdekérvényesítési tevékenységet az Egyesület más szakmai szervezetekkel példás együttműködésben végzi. Együttműködés a 2017-es erdőtörvény megalkotásában csúcsosodott ki. El kell, hogy mondjam, hogy az Országos Erdészeti Egyesület a Magánerdő Tulajdonosok Országos Szövetségével, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetséggel, a Proszilva Hungári Egyesülettel és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával remélhetően egy olyan működő erdőtörvény dolgozott ki, amely a hazai erdők további gyarapodását és fenntartását szolgálja. A kamara számára a legfontosabb stratégiai partnerek egyike, hiszen az agrárium meghatározó ágazata az erdőgazdálkodás. Az erdészet, a fásítások, a faültetvények révén számos szálon kapcsolódik a magyar mezőgazdasághoz. Elhivatottak vagyunk mind az agrárgazdálkodás fenntarthatóságában, mind pedig az ország fával, faállományol borújtott területének növelését illetően. A kamara által szervezett szántóföldi napokon Erdősor néven külön pavilonrendszert csináltuk, hogy építsük azt a kapcsolatot, amit a mezőgazdálkodókkal együtt tudunk kialakítani, hogy az ország erdeit tudjuk növelni, tematikus szakmai kiállításokkal, konferenciákkal, terepi bemutatókkal. Az ágazati szabályozás változása időszerű kérdés, hallottuk az elnök úrtól. Szeretnénk, hogy ezek az együttműködő szervezetek ebben segíteni tudnák a munkáját. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden esetre egy hatékony együttműködésre törekszik. El kell, hogy mondjam, hogy most főleg a magánerdőgazdálkodás számít gyámolításra. Szeretnénk, ha a magánerdőgazdálkodás is megfelelő szinten működne szakmailag és úgy kezelni a magyar erdőket, és tovább tudná szaporítani az erdőtelepítések nagyságát, hogy abba hiba ne legyen. Ehhez kérjük a támogatást, ehhez néhány olyan dolog ki kell emeljek, amiket meg kell oldani. Ezek a magánerdő birtokviszonyai, az erdőgazdálkodási struktúra kialakítása, a szakirányítási rendszer visszaállítása és működtetése, szakszerű, környezettudatos gazdálkodás és általános szinten a szakmai tájékoztatásnak a megoldása. Az új országfásítási programról ma már beszéltünk. Szerintem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Egyesület ebben kiválóan tud együttműködni, és komoly eredményeket tud elérni. A kamaratás szervezetekkel a vadkárfelmérési útmutató elkészítésében is együttműködik. Az erdőgazdálkodást igen komolyan befolyásoló vadgazdálkodás kapcsán rendkívül fontosnak tartjuk, hogy egy olyan súlypontos kérdésre kerüljön végre megoldás, ami szakmai konszenzust jelent. A viálkiállításról nem ismerek semmi különöset mondani, de kérek én is mindenkit, hogy a világ előtt úgy mutassuk meg ennek az országnak a vadgazdálkodását, hogy az olyan képet vigyen haza mindenki, hogy ide örömmel jönnek, legyünk olyan vendéglátók, a szakmaiságról senkinek semmilyen kétsége nem lehet. Ezzel röviden össze is foglaltam azokat a dolgokat, ahol az Egyesület és a szakmát képviselő civil szervezetek egymásra tudnak találni, és egymást erősítve tudják a magyar erdőgazdálkodás ügyét előrevinni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Éppen egy évvel ezelőtt 5 szakmai szervezet együtt küzdött azért, hogy az erdészeti ágazat az új minisztériumi struktúrában önálló főosztályként helyet kapjon, illetve ezen belül állami és magánerdőgazdálkodás támogató szervezeti egység is felállításra kerüljön. Mára ez megvalósult, sőt, ezen a téren az ágazat ennél is nagyobb eredményt nyugtázhat, hiszen Zambó Péter egyesületi elnök úr államtitkári megbízatása révén a minisztéri felsővezetésében a kormányzatban is képviselheti a magyar erdészet ügyét. Óriási felelősség. Hiszem, hogy ez biztosítékul szolgál, illetve megfelelő erőt ad az előttünk álló feladatok eredményes ellátásához. Kívánok eredményes és kellemes időtöltést a Vándorgyűlés tagjainak, közös élményeket, tapasztalatcserét, mindenkinek friss energiát, hogy a magyar erdőként továbbra is nagy energiával tudjanak dolgozni. Végezetül köszönet szeretnék mondani a házigazdáknak a kiváló szervezésért, a vendéglátásért. Szeretnék gratulálni a kitüntetetteknek, és engedjék meg, hogy az isteni bölcsességéből egy idézettel köszönjek el önöktől, mely úgy hangzik: egy csónakba nevezünk, és kezünkben az edezőlapát, nem egy fenyegető bot, hanem az előrehaladás eszköze. Jó szerencsét, üdv az erdésznek!